Egy csütörtöki napon volt az úgynevezett, hát nem az úgynevezett, a házasságkötés. És én gondoltam, hogy én ezt a fiút sose láttam még másban, mint egy szürke pulóverben, egy kordbársony nadrágban, és egy ilyen hasított bőrbakancsban. És gondoltam, hogy nem öltözöm túl, csütörtök délelőtt van. És akkor fölvettem egy kis piros kötényruhát, egy nagyon csinos kezeslábast, egy sötétkék kis testhez simuló kezeslábast, és egy piros, nagyon jó kis bakancsot, egy ilyen hasított bőrbakancsot, és elmentem. És meglátott az anyakönyvvezető, és akkor azt mondta, hogy hol a menyasszony? Na de kérem, hol a menyasszony? Nem volt kedves. És akkor mondtam, hogy hát én vagyok, de hát találkoztunk már. És akkor beszólt egy szobába, és azt mondta, hogy fiatalember, jöjjön, még meggondolhatja. És akkor kijött a leendő férjem talpig, ballagási öltönyben, fekete nyakkendő, fehér ing, suvickos cipő. És akkor azt gondoltam, hogy igen, ő megadja a módját. Nem megfelelni akar, hanem a lényegre figyel. És nekem nagy pofon volt, de nagyon-nagyon jó, biztonságos érzés. És akkor így nekikezdtünk. Mi 49 évig voltunk tulajdonképpen egymás mellett. Ez nem, tényleg nem sétagalop egy házasság, és nem lehet reklámozni úgy, hogy bele kell vágni. Egyébként nagyon érdekes, és inkább megpróbálok történeteket mesélni, mind arról, hogy mi az, ami összetart, és összekapcsol, és meg is tart a két embert. Előbb jött a gyerekünk, előbb jött a hír, hogy kisbabát várok, mint ahogy összeházasodtunk volna. Mert hogy nem gondoltunk házasságra. És akkor én elmondtam a Tibornak, hogy úgy látom, hogy kisbabát várok. Mi ismertük már egymást akkor jó két éve. És egyszer csak azt vettük észre, vagy én azt vettem észre, hogy mindent nagyjából egyformán gondolunk. Lett egy nagy szimpátia, és aztán meg azt éreztem, hogy őrületes biztonság van a közelében, nagy-nagy biztonság, amit én soha addig nem éreztem. Mi nagyon szabálytalanok voltunk, már ezzel a kezdéssel is, de ennyire nem számít az, hogy szabályos vagy szabálytalan. Az számít, hogy az ember a másikban meglátja a társat, aki a kemény és a nehéz helyzetekben is ott van. Nem tudok, ezek közhelyek, de nem tudok mást mondani. Mert hogy valóban nem egy álomút, egy házasság, hanem kompromisszumok sora. Egy történetet elmondok, ezt is elmeséltem, de nem azért. Egy kicsit talán gyónásként is mesélem el. Egy alkalommal kaptam egy meghívást egy hónapos útra. Idehaza nem volt könnyű helyzet, mert a férjem édesanyja beteg volt. Nem gyógyítható beteg. És döntenem kellett, hogy itt maradok, vagy elmegyek. Rengeteget gondolkoztam, és aztán úgy döntöttem, hogy elutazom.
És kérdeztem a férjemet, hogy mit szól hozzá, és azt mondta, hogy hát te döntesz, döntsél te. Mindig elengedett egyébként, és nekem mindig megvolt az örömöm, hogy mindig visszavárnak, és soha nem kaptam szemrehányást, de én sokat mentem. Amikor én magamban már eldöntöttem, hogy elmegyek, akkor kaptam egy levelet, egy ilyen, talán a párnámra. És azt hiszem, majdnem tudom kívülről, az egyik könyvembe bele is tettem. Valahogy így volt, hogy az éjjel nem tudtam aludni. Elfoglaltak a gondolataim, és ezek nem voltak jó gondolatok. Ahogy az idősödésünkkel, a betegséggel, az előre haladott életünkkel, és erről gondolkoztam, ez most nem fest olyan vidáman. Nem értem, hogy egy utazás fényében miért nem látod a magad előtt tolt dolgok, elintézetlen dolgok sorát, a hegynyi megfeleléseket, a meg nem felelés harcát. Nem értem, hogy miért csinálod ezt saját magaddal, és egy kicsit minket is a víz alá nyomva ezzel. Miközben azt is szeretem benned, hogy egy kerge, lökött kis nő vagy, aki mindent többszörösen szenved meg, de egy tálencsér eladja azt, ami a legjobb benne, a szabadságát. Ezt a levelet kaptam, és elutaztam. Egész úton sírtam, minden nap elolvastam a levelet, és minden nap ültem ezekbe a végtelen buszozós utakon, és azon remegtem, hogy várjon meg a nagymama, hogy ne legyen baj itthon. És miért jöttem el? Nagy utazás volt saját magamban. Megvárt a Nagyi. Gödi Nagyi megvárt még talán egy-két hónapig élt, és én ezt a levelet nagy becsbe tartom. És azt gondolom, ezután ez még sok-sok évet éltünk, már úgy, hogy betegség nélkül együtt. És azt gondolom, hogy ilyen leveleket érdemes kapni. És hálás vagyok érte. Nem csak a fényképek vannak itt az asztalon, meg az ágyamnál. Egy doboz fedelére gémkapcsolva a legjobb kép, amit őrzök. És minden reggel így köszönök, és minden este úgy köszönök el, hogy de jó, hogy itt vagy, de jó, hogy megtörtént. De jó, hogy ilyen sokáig megvoltunk egymásnak. Nagy kaland volt, és azt hiszem, hogy nincs vége. Ez a gyönyörű az életben. Én sok évig, és most is az írásaim fölé egy mondatot írok, hogy meg kell tanulnunk vágyakozni azután, ami a miénk. Még most is tanulom ezt a mondatot, de valamit már kapiskálok.